Sziasztok! A mai alkalommal Szent László királlyal fogunk megismerkedni, illetve Könyves Kálmánnal, tehát a magyar királyságnak a megszilárdításával. A dolgozatban is szóba került, illetve az elmúlt alkalommal, ugye, hogy a István halála után több problémával is szembesültek szembesült a magyar királyság. Az egyik ilyen probléma volt a trónviszályok. Ugye eleve Istvánnak sem volt utóda, hiszen Imre herceget ugye egy vadászaton egy vadkan felöklelte, ugye mivel megvakította Vazult, ezért a fiai elmenekültek. Akit kinevezett az ország élére, Orzeoló Pétert nem fogadták el a magyar urak, és ebből aztán teljes kalamajka lett, és bizony egy majdnem 50 éves időtartamra Magyarországon trónviszályok dúltak. Aztán a trónviszályokat kihasználva a német császárok a magyar királyságra támadtak, és ugye itt tanultuk ugye Búvár Kundot, azaz az Zsigmondnak a történetét, aki ugye kifúrta a német hajókat, illetve egy évvel korábban a Vértes hegységnél a magyarok megállították a németeket szárazföldön is. A harmadik probléma a pogánylázadások voltak, amitől ugye István nagyon félt. Ugye sokan azt gondolták, hogy jobb lenne visszaállítani az ősi pogány hitet, ezért aztán sok pogánylázadás tört ki. Ezek közül a legjelentősebb a Vata vezette pogánylázadás volt, ahol rengeteg templomot romboltak le és meggyilkolták a papokat. Ennek esett áldozatul Imre herceg nevelője, Gellért püspök, akit ugye Budán egy hegyről, egy kocsiban, itt lehet látni ezt a képet, ezt az ábrázolást, lelöktek, és a mai napig, ahol a pogányok lelökték, a hegy a nevét viseli, ugye ez a Gellért hegy, és itt van ugye a szobra is, szobrot állítottak neki. Tehát még egyszer, a magyar királyság három súlyos helyzettel néz szembe, az egyik az állandó trónviszályok, aztán a pogánylázadások, illetve a német támadások, hiszen ugye a németek ki használják ezt az űrzavaros helyzetet. Azonban igazából a németek nem érnek el célt, hiszen mind a két évben, 1051-ben és 52-ben is visszaveri a magyar királyság a német támadást, és a pogánylázadások sem érnek el igazán célt, hiszen egyetlen egy uralkodó sem állítja vissza a pogány hitet, általában leleverik itt a pogánylázadásokat. A harmadik dolog, ugye a trónviszályok, hát igazából ennek kellene megszűnni, tehát kellene valaki erős király, aki azt a végre itt rendet rak, és ez 1077-ben érkezik el Szent László királyságával, uralkodási dátum a Lászlónak kötelező, 1077 és 1095 között uralkodik, tehát egy jó 20 évre, vagy közel 20 évre szilárd kezekbe kerül az ország. Szent László, ugye a negyedik probléma, ugye amit ez a három generál gyakorlatilag, vagy három okozott, az, hogy sokan az országban ezt az űrzavaros helyzetet kihasználták, és kóboroltak, tehát a krónikák ugye így fejezik ki magukat, hogy sokan kóboroltak leföl az országba, és ezek fosztogatással tartották el magukat, loptak. Na most, a parasztok meg elszoktak ugye a földesurak földjéről, hogy szabadon éljenek. Ugyanis Magyarországon is elkezdett kialakulni a jobbágyság, ugye a jobbágy, emlékezzünk rá még az egyetemes tanulmányainkból, hogy ugye a jobbágy az a földesúrtól kapott földért cserében, ugye szolgáltatásokkal tartozik a földesúrnak, adókkal, ugye terményadóval, vagy pénzadóval, tehát adóval, aztán robottal, tehát ingyen munkával, ajándékkal, stb. Plusz ugye István óta a parasztok ugye az egyháznak tizedet fizetnek, tehát egyházi adót is. Tehát sokan ezt meg, hát ugye nem nagyon akarták, hát dolgozni kell, meg még ingyen is dolgozni, meg adót fizetni, szóval ez nem volt annyira jó, és ők voltak a kóborlók, akik lefőjárkáltak az országba, csak hogy ne kelljen nekik jobbágyi munkát, földművelést végezniük egy földes úrnál. De mivel ugye nem volt, miből eltartsák magukat, ezért fosztogattak. És ez ugye azért egy országnak nem jó, hogy tele van tolvajokkal, meg rablókkal egy egész ország.
László éppen ezért rendkívül kemény kézzel fellépett a tolvajlás ellen, és iszonyat szigorú törvényeket hozott. Tehát István után az az uralkodónk, akinek nagyon sok törvénye maradt fenn, az László, és ezek bizony nagyon szigorú törvények. Azt tudok mondani, hogy hát ilyen drákói szigorral hozott törvények voltak. Na nézzük a rablást, hogy a rablást hogyan büntette. Mindenek előtt végeztük, és esküt mondtunk rá, hogyha egy tyúk értékénél többet lopott ugye valaki, akasszák fel, és minden vagyona vesszen utána. Magyarul, ha egy tyúk értékénél valaki többet lopott, felakasztották. Hát igen, ma elég sok halottal lenne itt kikövezve ugye az országút, hogyha ezt a törvényt mondjuk újra bevezetnénk, hogy egy tyúk értékénél többet lop valaki, akkor felakasztják. De László rendkívül szigorúan. Miért volt szükség a szigorú törvényekre? Azért, mert nagyon elterjedt volt Magyarországon a fosztogatás meg a rablás. Mi volt a fosztogatás és a rablásnak az oka? Hát a kóborlás. Éppen ezért aztán László az egyik törvényével ugye megtiltotta a kóborlást. Egész egyszerűen el kellett fogadni ezeknek a kóborlóknak, hogy jobbágyokká kell válniuk, le kell telepedniük, és adózniuk kell ugye a földesúrnak, és ugye az egyháznak is. Tehát a kóborlókat letelepítette. És majd meg is fogjuk nézni, hogy igenis bejöttek a Lászlóféle törvények. Egyrészt a nagyon szigorú büntetés, ugye, hogy aki egy tyúk értékénél többet lop, felakasztják. A másik pedig az, hogy egyszerűen megtiltotta a kóborlást, nem lehetett kóborolni, mindenkinek le kellett telepednie, aki kóborolt, és egy földes úrnál szolgálnia kellett. Na most a másik problémánk, ugye a Magyar Királyságnak a pogánylázadások voltak, tehát hogy sok magyar visszatért a pogánysághoz. Hogyha nem is olyan nagyon nyíltan, akkor stikálva mindenképpen, és erről szól Lászlónak a törvénye, hogy aki pogány módra kutak mellett áldoz, avagy fának és forrásnak és kőnek ajándékot ajánl, akárki legyen, egy ökörrel bűhődjék érte. Tehát sokan voltak, akik színleg lehet, hogy keresztények voltak, viszont úgy tényleg nem nyíltan, de lejártak ilyen kutak mellé áldozni, fáknak, köveknek áldozni, és ezeket büntette László úgy, hogy egy ökröt kellett fizetniük, hogyha elkapták őket. Tehát betiltja a pogány vallásgyakorlatokat, tehát a pogány szokásokat megtiltja. Ez az egyház megerősítése. Viszont Lászlónak van annyi esze, hogy nem csak büntetést akar adni az embereknek, hanem megpróbálja őket pozitív példákkal is biztatni arra, hogy legyenek keresztények, és hát a pozitív példát természetesen István királytól veszi, és a pápánál kezdeményezi, hogy avassák szenté Istvánt, Imre herceget, és az ő nevelőjét, Gellért püspököt. Itt ugye Gellért püspököt Imre herceggel látjuk. Ugye itt Istvánt látjuk a Hősök terén, az apostoli kettős keresztel, ugye ez jelképezi, hogy megteremti a keresztény magyar egyház szervezetet és a keresztény magyar államot, a karddal a kezében, ugye az uralkodó, és a szent, ott a glóriával a fején, és ugye a koronával. Itt Imre herceget látod, a fején a hercegi korona, a nyitott korona, és a kezében ugye a lilium, ugye a tisztaságnak a jelképe. Itt pedig Gellért püspököt látjuk, ahogyan a fiatal Imre herceget nevelgeti, tanítgatja. És ezt a három szentéletű embert ugye László eléri, hogy a pápa szenté avassa. Tehát a fiatal keresztény magyar államnak rögtön három szentje is lesz, aki tisztelhet, Szent István, Imre herceg és Gellért püspök. És ezáltal ugye példát nyújt az embereknek, hogy igen, így hasonlóan kellene élni keresztény hitbe, tehát nem csak bünteti őket. És a Szent Istvánnak a szenti avatása közben került ugye elő a Szent Jobb, ami ugye bizonyítja, úgymond, hogy István valóban szent ember volt, hiszen ugye ez a Szent Jobb, Istvánnak a jobb keze tényleg fennmarad. Ezt a mai napig augusztus 20-án ugye körmenetben szokták végigvinni Budapesten.
Ez ugye, azt úgy hívjuk, hogy erekje, ugye szentek fennmaradt testrészei, ruhadarabjai, tehát ez az erekje, és Istvántól nekünk van erekjénk. Ugye a jobb kezét, azért szent jobb, mert a jobb kezét találták meg épségben, ezt is egy csodának vélték, illetve annak, hogy István, Szent István valóban Istennek a szentje volt. Na, Szent Lászlóról tehát sok jó dolgot megtanultunk. Nézzük a másik részét, ugye a külpolitikáját. Őt ugye úgy hívjuk, hogy lovag király, ugyanis Szent László nagyon szeretett harcolni. Ebben is nagyon-nagyon jó volt László, tehát nem csak az irányításában az országnak, hanem nagyon jó harcolt. Egyébként az Árpádok közül nagyon-nagyon sokan jó harcosok voltak. Nézzük, hogy kivel harcol. Egyrészt a kunok és a besenyők, akik az ős magyarokhoz hasonlóan nomád népek, bebetörnek az országba, és főleg ide az erdélyi területekre, és Lászlónak bizony sok csatát kell a kunokkal, főleg ugye a pogány kunokkal vívnia, tehát ők pogányok voltak, és László több csatában is legyőzi a kunokat, most akartam mutatni. Itt például ugye, hogy Szent Lászlót látjuk ott a Glóriával, legyőzi a kunokat, és ugye megmenti a leányt, a székely leányt a kunoktól. Aztán Lászlónál nagyon-nagyon tudni kell, hogy Szent László, 1091-ben dátum nem kell, elfoglalja a horvát királyságot. Horvátországot Magyarországhoz csatolja. 1091-ben, és akkor gyorsan nézzük meg, hogy meddig, 1918-ig, tehát közel 900 évig, vagy hát több mint 800 évig a két királyság, tehát a magyar és a horvát királyság egy országot alkot, együtt élünk a horvátokkal ilyen hosszú ideig, tehát több mint 800 évig, és ezt Szent Lászlónak köszönhetjük, tehát Szent László meghódítja Horvátországot is. Jó, akkor a következő, ugye a két szomszédunk, ugye a német római császár és a bizánci császár, természetesen László igyekezett mind a kettővel jóban lenni, hiszen ezek igazi nagyhatalmak voltak, olyannyira, ugye, hogy László például a bizánci császár lányát, Piroskát vette feleségül, tehát jó viszonyban volt mind a két nagy birodalommal, a bizáncival még családi kapcsolatba is került. Jó, nézzük akkor, mit kell tudnunk Szent Lászlóról. Szent Lászlóról tudnunk kell, hogy végre megoldja a magyar királyság összes problémáját, és szilárdan rendet rak, gyakorlatilag. Ugye a kóborlásoknak, fosztogatásoknak véget vet, mert rendkívül szigorú törvényeket hoz, hogy ugye aki egy tyúk értékénél többet lop, az meg azt ugye felakasztják. A kóborlókat letelepíti, azaz el kell fogadniuk, hogy jobbágyokká válnak, és adóznak, szolgáltatásokkal tartoznak a földesuraknak, az egyháznak is, és ugye földműveléssel foglalkoznak. Tehát ezzel kipipálja az ilyen fosztogatós, kóborlós dolgot. Aztán kipipálja a pogánylázadásokat is, hiszen megtiltja ugye azt, hogy pogány módra, tehát a pogány szokásokat megtiltja, de emellett ugye szenté is avattatja a Istvánt, Imrét és Gellértet, hogy ugye példaképeket állítson a magyarok elé. Külpolitikában is rendet rak, először is ugye jó szomszédi viszonyra törekszik a két erős hatalommal, Bizánccal és Német-római császársággal, meghódítja Horvátországot, ez már jelzi a magyar királyság erejét, hogy már hódítani is tud. Még egyszer a térképre visszamegyek, itt van Horvátország, Horvát királyság, és visszaveri a besenyők és a kunoknak a támadását is, hiszen ugye László lovag király is volt. Számos csodát is a nevéhez fűzünk, ezek közül most megnézünk egy ilyen kis videós bejegyzésben egyet, hát ugye ő is később szent lesz, tehát neki is ugye csodát kellett tenni, ugye azt tudjuk, hogy szent akkor valaki, hogyha csodák fűződnek a nevéhez. Szent László csodái. Sem azelőtt, sem azóta nem volt a magyarnak olyan királya, aki vetekedhetett volna Szent Lászlóval.
Egyetlen egyszer kényszerült megfutamodni a Vitéz László király az ellenség elől. Egymagára maradt, s amint körülnézett, látta, hogy hiába való nagy ereje vitézsége, nem verhet le százakat egyedül. Érezte, hogy szüksége van rá még a magyaroknak, megsarkantyúzta hát kedves szögparipáját, s nekivágtatott a tordai hegyeknek. Utána! Utána! Ordítottak az ellenséges kunok, hogy ég-föld zúgott az ordítástól. Ha Lászlót kézre keríthetik, övék a magyar föld. Mind László után betették hát magukat. Véres hab vert ki a király paripáján, már-már utolérték a kunok. Úram, segély! Fohászkodott László szemét az égre emelvén. S íme, abban a pillanatban ketté hasadt a tordai hegy. László háta mögött rettentő nagy hasadék tátongott. A kunok megdöbbenve állottak a hasadék partján. Tehetetlenül néztek erre, arra, hol kerülhetnének ismét László nyomába, de amerre néztek, nagy hosszúságban húzódott a hasadék. László meg csöndesen, lépésben lovagolt tovább, vissza az ő népéhez. Másik alkalommal László a Mátra hegy alatt táborozott a kunokkal szemben. Olyan nagy volt a szárasság, hogy a király serege a szomjúságtól egészen ellankadt. A szent király maga ment vizet keresni, de találni nem tudott. Ismét buzgón fohászkodott felsóhajtván. A magyarok istene nem hagyhat el bennünket. S mikor imája után több helyen kardjával beleszúrt a sziklás hegyoldalba, kardja nyomán azonnal kristálytiszta források bugyogtak ki. A megenyhült sereg azután könnyűszerrel verte szét a szomjúságtól gyötört kunokat. A forrásokat máig Szent László forrásainak nevezi a hagyomány. Jó, tehát láttuk, hogy nagyon sok monda van Lászlóról, egyébként van ugye a lány megszabadításáról is monda, ezeket is megnézhetitek, vagy utána nézhetek a neten, hogyha valakit ez jobban érdekel. Na most, nagyon nagy szerencsénk van, mert László után nem megint egy ilyen zűrzavaros korszak következik, hanem egy másik erőskező és nagyon művelt okos uralkodónk jön, Könyves Kálmán, aki 1096-ban László halála után egy évvel lép trónra, és 1116-ig, tehát kereken 20 évig uralkodik. A könyvben egyébként, ha jól tudom, rosszul szerepel az uralkodási dátum, ezt majd javítsátok át, mert ott 1095 van. Nem 1095, tehát nem közvetlen követi Lászlót. Ugyanis Lászlónak nincsen közvetlen fiú utóda. Ez meg ugye az Árpádok másik problémája, tehát amellett, hogy jó hadvezérek voltak, a nagy gond az Árpádoknál az, hogy mindig ilyen fiúhiányba szenvedtek. Szóval László a testvérének a gyermekeit nézi ki magának királynak. Na most van a két gyermek Kálmán, az idősebb, és a fiatalabb ugye Álmos herceg. Érdekes módon László nem az idősebb Kálmánt szeretni utódának, hanem Álmost, aki úgy vitézebb, tehát úgy katonának jobb. Könyves Kálmán inkább művelt uralkodó volt, kevéssé szeretett harcolni. Lászlóhoz közelebb állt Álmos herceg. Na most lényeg a lényeg, hogy Kálmán nem hagyja magát, úgyhogy amikor László meghal, akkor egy rövidebb harcot vív, tehát ismét jön egy kis trónviszály testvérével, és megszerzi a trónt. De ez nem húzódik egyébként túlságosan sokáig ez a trónviszály, úgyhogy Kálmán elég gyorsan megszerzi a trónt, hiszen ő volt az idősebb fiú, úgyhogy neki járt ez a trón. Na most nézzük Kálmánt. Kálmánt egyébként papnak szánták, ezért is, mint mondottam, László nem uralkodónak szánta, hanem papnak, uralkodónak az öccsét szánta. Nagyon művelt volt, tudott írni és olvasni latinul, ez a korban példanélküli volt, a legtöbb uralkodó egyáltalán nem tudott írni és olvasni. Ugye meg szoktuk jegyezni onnan Kálmánt, hogy olyan művelt volt, hogy például nem hitte, hogy léteznek boszorkányok, és törvénybe foglalta, hogy boszorkányok nincsenek is. Tehát ez a középkori babonaságból tényleg kirít az ő műveltsége, hogy ezt törvénybe foglalta. Ez csak egy érdekesség egyébként.
Kálmán már tudott enyhíteni Lászlónak a törvényei, méghozzá egy értékhatár emelt, négylábú állat. Tehát ez azt jelentette, hogy már nem akkor akasztottak fel, hogyha tolvaj voltál, hogyha egy tyúk értékénél többet loptál, hanem akkor, hogyha egy négylábú állat, például egy ökör vagy szarvasmarha, tehát tehén értékénél többet loptál, azt hiszem ökör van a törvényben, akkor akasztottak csak fel. Mit mutat ez? Ez azt mutatja, hogy a Lászlóféle szigorú törvények hatottak. Tehát már lehetett rajtuk enyhíteni. Az emberek leszoktak a lopásról magyarul, úgyhogy Kálmánnál már csak az ökörnél többet lopó embereket akasztották fel. Ha kevesebbet loptál, tehát a tyúk és az ökör közötti értéket loptál, akkor csak megvakítottak. Hát mondjuk ez sem volt szerintem sokkal jobb, de hát végülis az életet megkímélték. Na most Kálmán alatt annyira helyre jött Magyarországon a közbiztonság, hogy tudjuk, hogy Kálmán már vámokat tudott kivetni a határon. Ugye a vámokat a kereskedők fizetik, akik belépnek Magyarországra, hogy eladják az árujukat. Mindez mit mutat? Azt mutatja, hogy már nem kellett félni a tolvajoktól meg a rablóktól, és a kereskedők bátran jöttek az országba, olyannyira bátran, hogy Kálmán már vámokat tudott tőlük szedni, ugye az árujuk egy részét le kellett fizetniük a határon, ez ugye a királyt gazdagította. Tehát Kálmánhoz köthetjük a vámoknak is a megszületését. Aztán amit még tudnunk el róla, hogy folytatja a hódításokat, méghozzá meghódítja, na, ja igen, ide bocsánat, tovább megy, ugye tudjuk, hogy Horvátországot meghódítja László, ő meg egyel tovább megy, és itt ezeket a szép szigeteket, ami előtte van, a Horvátország előtt, amit úgy hívunk, hogy Dalmácia, ez a rész, ez a szigetes rész, ő pedig meghódítja Dalmáciát, tehát gyakorlatilag Lászlónak a hódításait teljesíti ki, és itt látsz egy nyilat, hogy Velence. Valóban, ugye itt van körülbelül Velence, tehát Dalmáciáért Velencével vívott Kálmán nagy csatákat, mert Velence is igényt tartott ezekre a szigetekre, tehát ő vele volt nagy csatái. Tehát még egyszer, Kálmán meghódítja Dalmáciát, Dalmácia ugye a Horvátország előterében lévő kis szigetek, tehát tovább lép egyel. Tehát ő is már tud hódítani. Na most Kálmánnak azért meggyűlik a baja a testvérével, akit ugye említettem, hogy László uralkodónak szánt Álmossal. Amikor Kálmán trónra lép, Álmos látszólag elfogadja, hogy igen, akkor Kálmán lesz a király. De ez nem tart olyan sokáig, és Álmos fellázad Kálmán ellen, és akkor Kálmán fogja magát, és ugye a jól bevárt receptet alkalmazza, ugye alkalmatlanná teszi uralkodásra a testvérét Álmost, ahogyan ugye Szent István is vazult, azaz megvakítatja. Itt azt látjuk, hogy Álmos herceget megvakítják, de ha a kép alsó részébe megyünk, akkor azt látjuk, hogy egyen lejjebb, úgymond egy kisgyereket is megvakítatnak. Ez pedig nem más, mint Álmosnak a fia Béla herceg, akit szintén megvakítatnak. A sors iróniája, hogy Kálmánnak sem, tehát, hogy ez a Béla herceg, ez tróra fog kerülni, mert Kálmánnak sem lesz olyan fiú utóda, akit ugye sokáig trónon lesz, tehát Béla tróra fog kerülni, mert már nem lesz épp Árpád férfi, tehát Árpád leszármazott férfi, aki tróra tudna kerülni, úgyhogy Béla kerül a tróra egyébként második, zárójel Vak Béla néven, tehát ő tróra fog kerülni, annak ellenére, hogy megvakítatják, mert egész egyszerűen már nem lesz más férfi uralkodó. Jó, tehát ez a sors iróniája. Na most, mivel a későbbiekben Béla utódai lesznek ugye a királyok, ezért aztán a képes krónika rendkívül negatívan nyilatkozik Kálmánról. A következőt írja Kálmánról ugye a képes krónika. Kálmán idejében sok rossz történt. Testalkatára nézve hitvány volt, de ravasz és tanulékony. Na és akkor nézzük szegénynek mennyi problémája volt. Borzas, szőrös, vaksi, púpos, sárda volt és dadogott.
Szóval, Kálmáról valóban van egy ilyen elterjedt vélemény, és itt látjuk itt az ábrázolást is, hogy szegény Kálmán itt tényleg úgy néz ki, hogy halni jár bele a lélek, sánta, borza, szőrös, pupos, dadogó, vaksi, igen, tehát minden baja volt, és valóban a mi képzeletünkbe, vagy a történészek képzeletébe, ugye sokáig élt ez a Kálmán kép, hogy hát szegény, ez egy testi roncs volt, és egyebek, de azért feltehetőleg nagyon erős túlzásba esett itt a képes krónika. Még egyszer mondom, nem hiába, mert amikor a képes krónikát írták, akkor már Bélának, itt az említett vak Bélának a leszármazottai, az ő utódai uralkodtak, illetve tehát a képes krónika az később keletkezett, de ugye korábbi krónikákat vesz át, tehát az a krónika szerző, aki ezt írta, az Béla utódainak akart kedvezni, nekik akart úgymond jópofizni, és ezért írt Kálmáról ilyen csúnya dolgokat, hogy nézett ki. Feltehetőleg egyébként azért ebben nem sok igazság van. Valószínűleg nem lehetett egy csodaszép férfi, de hogy ennyi problémája lett volna, az azért egyáltalán nem biztos. Na most, a tankönyvetekben oldalt a 166. oldalon a hatos feladat, hatos kisbekezdésnél, ha elolvassátok még az Isten ítéleteket, tehát ebben az időszakban László és Kálmán korában ugye a bűnösségnek a kérdése, ugye, hogyha valakire nem sikerült rá bizonyítani a bűnt, tehát nem érték tettem mondjuk, hogy ellopta azt a tyúkot vagy ezt a marhát, akkor Isten ítéletekkel bizonyították rá. Mi volt ez az Isten ítélet? Tehát Isten kérdezték meg, hogy bűnös-e az illető. Hát például úgy ilyet kellett csinálnia, hogy megfogott egy tüzes vasat, tehát amit előtte áttüzesítettek. Utána a sebet ugye lekötözték, vagy hát ezt az égést lekötözték, és lepecsételték, hogy ugye akinek ezt megcsinálták, ne ápolhassa gyógyfüvekkel. A kötés néhány nap múlva levették, és hogyha a seb gyógyulásnak indult, akkor az illetőt ártatlannak minősítették, és akkor ugye megszüntették ellene ezt az eljárást. Aztán volt olyan is, ez szerintem ez sokkal viccesebb, vagy hát viccesebb, szóval nekünk igen, de aki átélt, annak nem. A másik kedvenc módszer az volt, hogy követ kötöttek az illető nyakába, és beledobták a vízbe. És ugye azt mondták, hogy ha a víz is kidobja, tehát annak ellenére, hogy a kő, a nehéz kő be van kötve a nyakába, és mégis föl tud jönni a víznek, a folyónak a felszínére, akkor bizony bűnös, mert még a víz is kiveti. És akkor ugye kivették, és mint bűnöst megítélték, tehát fölakasztották, vagy elégették. Ha viszont szegény megfulladt, mert ugye lehúzta a kő, akkor azt mondták, hogy hát jó, meghalt, de legalább ártatlan volt, és akkor ugye a lelke a mennyországba került. Tehát ez volt az, amikor ugye nem igazán lehetett jól kijönni a dolgokból. Na, nézzük meg akkor, mit tanultunk meg Kálmáról. Kálmáról ugye azt tanultuk meg, egyrészt az uralkodását, hogy eredetileg ugye papnak szánták, László sem őt akarta utódjának, rendkívül művelt volt, és ugye még azt is mondta, vagy törvényben foglalta Kálmán, hogy boszorkányok nem léteznek. Már enyhített a törvényeken, nem akkor akasztottak föl lopásért, hogyha tyúkot loptál, vagy tyúk értékénél többet loptál, hanem akkor, hogyha egy négylábú állat értékénél többet loptál, elfoglalta Dalmáciát, és bizony trónviszályokkal is meg kellett küzdenie, a testvére Álmos herceg fellázadt ellene, ezért megvakítatta, és kiskorú fiát Béla herceget is megvakítatta. Csak hogy ugye az Árpádok olyan fiú hiányba szenvedtek, hogy még Béla is király lett, ugye második vagy vak Béla néve. Kálmánt ugye nagyon rosszul ítéli meg a képes krónika azért, mert amikor ezt a szövegrészt írták, ami erről a korszakról szól, azkor már ugye Vak Bélának az utódai voltak trónon, tehát direkt rosszat írtak Kálmánról.
Azt is megtanultuk ugye Kálmáról, hogy ő volt az első uralkodó, aki az ország határokon vámokat tudott szedni a kereskedőktől, erre pedig azért kerülhetett sor, mert a Magyar Királyság annyira biztonságos ország lett, és annyira eltűntek ezek a lopások, kódorgók, hogy a kereskedők teljes biztonsággal jöhettek, mehettek az országba. Tehát azt mondjuk, hogy László és Kálmán megszilárdítja a Magyar Királyságot, István királynak a művét megerősíti. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, a házi feladat pedig majd egy online feladat lesz. Ez egy nagyon fontos lecke, érettségítétel is. A 40-est végig meg kell tanulni, ugye onnan, hogy 166. oldal a rend helyreállítása a 168-ig. Az olvasmányokat egyelőre ne olvassátok, a következő órán egy picit majd azzal fogunk foglalkozni, ez egy kiegészítő anyag lesz. Köszönöm!